Szeretettel köszöntünk mindenkit innen a Fókusz Fok stúdiójából. Mai vendégünk Sándor Pál, filmrendező, producer. Szervusz, tegeződni fogunk, mert különben is tegeződünk. Arról kérdezek ebben a műsorban elsősorban, hogy ilyen nagy mestereket, mint például te, milyen hatások érték? Miért határoztad el, hogy filmrendező leszek? Kik azok az emberek, akik a legnagyobb hatással voltak rád? Akár például rögtön a pályaválasztásnál. Kora gyerekkorom meghatározó élménye volt a mozi. Az egy fantasztikus élmény volt, hogy beül az ember egy terembe, sok ember, aztán sötét lesz, aztán a vászon megjelenik valami történet, és akik ott ülünk, azok körülbelül együtt sírunk, együtt nevetünk, együtt vagyunk, és együtt nézünk valami számomra csodát. Tehát engem alapvetően elvarázsolt ez a mozi dolog, de sokáig ezen kívül semmi más élményem nem volt a mozival kapcsolatosan, illetve talán annyi, hogy például gimnáziumban minden csütörtökön nem voltam iskolában, hanem minden csütörtökön megnéztem az összes új filmet, ami kijött, végigjártam azokat a mozikat, ahol ezt vetítették. Tényleg iskola helyett? Hát persze. Hova jártál egyébként? Kiválasztottam a leggyengébb gimnáziumot, Rákospalotán, a Dózsa György gimnáziumot, de hát ott is csak nehezen rángattak át. Miközben szerkesztettem egy lapot, ez fontos, ide tartozik a Diák Újság című lapot a gimnáziumban, ahol hatalmas vezértékeket írtam a tanulás fontosságára. És tehát, hogy mondjam, úgy éreztem, hogy én nekem innen kell majd szólnom, kvázi újságíróként. Gimnázium érettségi. Kiderült, hogy nem indul fakultás az ELTE-n, és ott álltam. És akkor egy délután hazamentem egy olyan helyre, ahol mindig csak este szoktam lenni, ez az anyámék lakása, illetve anyám-apám lakása, ahol együtt laktunk természetesen. Voltam 19. életévenben, apám egy barátjával ott volt, ő se szokott otthon lenni, tehát egy ilyen abszolút véletlen találkozás volt. És akkor apám mondta, hogy hát mi lesz ebből, semmi nem lesz, már mint én. És akkor mondta apám, hogy akár orvos vagy vasepszergálysz, válasszak valamit. Na most tudni kell rólam, hogyha mai napig egy cseppfért meglátok, elájulok, és egy szöget nem tudok bevenni a falba. Magyarul, hogy apám jól ismert, viszont a barátja megszólalt, és azt mondta, hogy van még egy olyan link foglalkozás, mint az újságírás, de úgyis állna a moziba járt, miért nem lesz a filmrendező? Na most fogalmam se volt, hogy ez mi. Akkor még volt a kettes telep a Könyves Kálmán körúton, egy filmgyár, ami azóta buszpályaudvar. Oda mentem a portáshoz, mondtam, hogy filmrendező szeretnék lenni, mondta, hogy ez nem rá tartozik, menjek be itt az ajtón, aztán jobbra meg balra, ki van írva, hogy császárné személyzet is, kopogjak be illedelmesen, és mondjam el neki, és elmondtam neki. És két hét múlva már a filmgyárban voltam, filmgyári gyakornokként, 330 forintos kezdőfizetéssel. Na így indult el ez az egész dolog, és hát aztán történtek a dolgok egymás után. Főiskola, film. És kik film. Azok az emberek, akik szerinted meghatározták a pályádat? Például ott a kettes telepen, vagy később a filmben? A kettes telepen ott egy olyan közösség volt, akkor tulajdonképpen, ami nagyon érdekes volt, hogy a Jancsó csinált ott egy kis játékfilmet, és akkor engem beosztottak hozzá a asszisztensnek. És én már sokszor voltam kint forgatáson, akkor már kávéhordóként, asszisztensként, futkosként már sok filmben, ilyen kis filmben voltam, ott ilyen kis játékfilmeket, mert dokumentumfilmeket csináltak. És akkor a Jancsóra én rácsodálkoztam, hogy így néz ki egy filmre, előre volt fésülve a haja,
nagyon helyes volt, nagyon határozott volt. Ilyen értemben tulajdonképpen az első filmrendezői élményem nekem a Miklós a Jancsó. Uh-huh. Aztán ugye a Herskó indított egy osztályt. Herskó János indított egy osztályt, és ott nekem egy barátom, az egy meghatározó, aki ma már nem él, Simon Sándor, tulajdonképpen ő tanított meg vitatkozni, ő tanított meg egy sor olyan dologra, amiről fogalmam sem volt. Úgyhogy ez egy meghatározó élmény volt, és hát aztán az, hogy mondjam, aztán a filmek, az új hullám, a neorealizmus, tehát beleestem ebbe az egész csodába, és hát aztán megjelent az alapember számomra, Federico Fellini, a Bikabóriakat láttam először, az még nem volt olyan, de aztán jött a Lassád az országúton is. És a másik, ami nagyon meghatározó volt számomra, és eligazító volt, az a francia új hullám. Ott jöttem rá, hogy nincsenek szabályok, mindent szabad, mindent lehet, csak annak az érdekében történjen a dolog, hogy jól meséld el, amit el akarsz mondani azoknak a nézőknek, tudod, akik együtt élnek, sötét van, együtt sírnak, együtt nevetnek. Tehát ilyen értelemben, aztán mi volt nekem még meghatározó? Hát a Herskó például, ő meghatározó ember volt, aki az osztályfőnököd volt? Most ne kérdezd. Jó, nem kérdezem. De maradjon benne, ne vágj ki. Nem vágom ki, engem is tanított, én istenítettem egy sokkal későbbi nagyon, korban. Nagyon sokan istenítik, én valahogy nem találtam, vagy ő nem talált meg hozzám, nem talált igazán az utat. De ilyen van. Én tudom. Hogy egy nagy személyiség volt. Ha most megkérdezed, hogy mit tanultam a főiskolán, akkor nem kérdezted meg, tehát válaszolok. Megkérdezem, mit tanultál a főiskolán? Hogy nem emlékszem igazán semmire. Arra esztétikára emlékszem, művészettörténetre emlékszem, sok mindenre, ami ott rám ragadt, akarva akaratlanul. De mi onnan az, is hogy lógtál? Én pontosan, hogy? Onnan is lógtál, vagy azért? De, lógtam. De úgy lógtam, hogy én folyamatosan jártam különböző filmekhez asszisztálni. Aha. Katonazenében, ott a Szabó Pista meg a Kardos Feri volt a két ügyelő, én voltam, ott voltam a másodasszisztens, tehát... Úgyhogy... De... És várjál, az érdekel engem, mert azt a Marton Endre rendezte azt a filmet. Igen. De hát ő színházi rendező volt, ő hogy tudott filmet rendezni? Volt mellette két segédrendező, a Hincs Gyuri és a Banovics Tamás, és nagyon sokat segítettek. Hát ők aztán ott vitatkoztak, hogy ki a... Az is egy isteni élmény volt látni azt a két pasit, hogy próbálnak közelebb kerülni a filmhez, illetve a rendezőhöz, illetve egymáshoz. Felejthetetlen élmény volt az is, hogy a Hincs akkor együtt járt a Bara Margittal. És jött a Musztert nézni, mert akkor Musztert vetítettek, igen. Akkor még ilyen celluloid film volt. És akkor elmondjuk a nézőknek, mi az a Muster, tehát hogy leforgatják az anyagot filmre, és este, másnap, labor előhívja, és akkor meg lehet másnap nézni este, hogy mit forgattak előző nap. Igen, általában 24 órás Muster volt. Igen. Tehát egy nap alatt meg lehetett kapni. Igen, igen, és akkor mi történt a Musteren? Hát nem, hát akkor ott ültünk, én ámultan néztem. Én akkor úgy előre ültem, hogy sréjen láthassam a barát. Hát ezek olyan gyönyörű nő volt. Gyönyörű nő volt, gyönyörű és finom gyönyörű asszony volt. Szóval hol is hagytalak el, hogy azt kérdezett, hogy... Ja, hogy járta, igen, hát a főiskola helyett nagyon sokat asszisztáltam. Uh-huh. Nagyon sokat. Hát és rettentő sokat tanultam. Igen. És nekem volt egy nagy mesterem, az végigcsináltam egy filmet, a Honfoglalás című filmet, nem ez a mostanit, hanem ez egy televízió, Mihályfi rendezte. És én ott másodasszisztens voltam, a Hildebrand ott volt az operatőr, és hogy tanultam, mit tanultam, mikor tanultam. Hildebrand volt az operatőr, és nagyon jóban voltunk, nem volt egy egyszerű ember őse. És akkor azt mondta, hogy ott állt a Páger Antal a kamera előtt, és akkor rám üvöltött a Hildebrandt, hogy 32-es, és akkor én oda ruhantam, és akkor a Págernak meg, te tréje le a kezed! Tehát megtanultam plánozni. Szóval tudtam, hogy egy optika, a 32-es, az 50-es, vagyis, tehát hogy mit jelent.
mondom, visszatérve a főiskolára, illetve a helyiskolára, hogy én úgy emlékszem meg, az az élményem, inkább úgy mondom, hogy én többet lestem el különböző helyeken, ahol forgattak, ahol én részt vehettem, mint amit a rendezésileg tanultam a főiskolában. A helyiskó úgy vett föl minket, illetve azt az osztályt úgy csinálta, hogy általában diplomás emberek voltak. Én voltam a legfiatalabb. Mindig mesélem, így hát most is, hogy az esztétika órán, az első esztétika órán a fővénné beszélt, és azt hittem, hogy nem magyarul beszél. Egy hangot nem értettem az egészből. Úgy, ne, de ez, hogy mondjam, ez így jöttem című dolog. Majdnem, hogy a semmiből ilyen értelemben. De nagyon-nagyon fontosak voltak a forgatások, uh-huh. és már akkor megimádtam azt a hangulatot, azt a munkát, azt az együttlétet, ahogy egy stáb együtt azért van, hogy egy ember álmát megvalósítsa. És akkor elképzeltem, hogy milyen lesz majd, ha az enyémet, és aztán nemhogy elképzeltem, néhányszor be is jött. Uh-huh. És az első filmed, a Bohóca falon, az úgy érezted ott is, hogy akkor most meg tudod valósítani az álmodat? Tehát az volt, amire számítottál? Amikor az első vetítés volt, azt se tudtam, hol vagyok. Először csöngött a fülem, vérnyomásom 432 volt, nem értem, de körülbelül ennyi lehetett. Sose felejtem, mert jöttünk haza a Tóth Zsuzsával, a forgatókönyvíró valakivel, aki nekem egy alap munkatársam volt, sajnos ő se él már. És arról beszélgetünk, hogy mi tehetségesek vagyunk, vagy most mi van. És őt honnan ismerted egyébként? Kérlek Tóth szépen. Zsuzsát. Délután művészmozi, ez a bizonyos csütörtök, amikor nem vagyok moziba is nézem, és ott volt egy pereces lány. Pereces lány. Pereces, nyakában, akkor úgy, hát árultak perecet, nyakban egy tátla, és akkor perec, a sós perec, és a perec az 90 fillér volt. És akkor mi a haverommal, ez egy olyan helyes csaj volt, hát meg hülyéskedtünk, és akkor mindig ez, hogy perec, és akkor egy idő után elkezdtünk dumálni vele. Uh-huh. És akkor aztán leérettségiztem filmgyár, és körülbelül egy hónapja voltam ott, amikor jövök ki munka után, nem, megyek be munka előtt, és ő jön ki. Aha. És mondom, hogy te mit keresel itt? Azt mondja, hát én filmes vagyok. Nem, mondom, én vagyok filmes. És kiderült, hogy ő jelentkezett berendezőnek. Aha. És akkor aztán elkezdődött egy beszélgetés, ő már írt egy kis játékfilm forgatókönyvet, akkor Erskó megkérdezte, vagy megbízott minket, hogy egy élmény novellát írjunk, én megírtam egy gyönyörű történetet, mivel nem tudok jól írni, már olyan értelemben, mint egy, ahogy ezt meg kellett volna írni, és akkor rendre utasított, írjam meg még egyszer, és akkor odaadtam a Tóthnak, az írt belőle egy gyönyörű novellát, és innentől kezdve aztán minden olyan dolgot, ami mozgott, meg néha a szerelmes leveleimet is ő írta. Úgyhogy ő vele így. Egy fantasztikus találkozás volt ez is, mint annyiban az én életemben, uh-huh. ami felejthetetlen. És hát tulajdonképpen már a Nagyfülű című diplomafilmemet is, sőt az előző filmemet, a főiskolát, már azt is ő írta, uh-huh. a Terasz Minusz 10 fok. Tehát akkor Tóth Zsuzsa egyik állandó alkotótárs, másik állandó alkotótárs, az ugye Ragály Elemér, gondolom. Hát persze. Én azt szoktam mondani, hogy van néhány olyan ember, aki ha nem lett volna mellettem, körülöttem, velem, akkor én nem lettem volna az, aki vagyok. Na most ezt annyit elmondtam már, most vissza is vonom, mert már valahol azt írták, hogy nem én csináltam. Annyiszor szugeráztam. Egyébként tényleg így van. Szóval annyi mindent kaptam tőlük, annyi minden, nem csak ötletet, hanem velem levést. Szóval tolták azt a fekeret, amin az én álmom Melyik volt. Melyik filmet csináltátok először együtt? A Sárika drágámat. A Sárika drágámat, aha. De már az is érdekes volt, hogy olyan volt, mint a mindig együtt dolgozott. Két uh-huh. filmet csináltam a Zsombival, az első két filmemet. Zsombolyai János, igen.
A Zsombolya Jánossal, két nem fő. Téged javítlak tudom, ki, hanem tudom, hogy a szegény néző, magamat emlékeztetem, értsék, hogy kiről magamat beszélünk. Magamat emlékeztetem, szóval és, de az egészen, ez is megjön egy elég elképesztő munkaviszony volt az Eleméről. Hát volt olyan például, hogy volt egy olyan film, a Szerencsés Dániel, ahol a film kétharmadától nem beszéltünk egymással. De a híres összevesző vagy. De nem azért ja. Nem, nagyon gondosan világított, és a színész, mire ő bevilágított, néha a színészek kihűltek. Akkor nekem újból, és ebből volt mindig egy, de hát amikor megnéztem az anyagot, megnéztük az anyagot, és természetesen, amikor vége volt egy beállításnak, azonnal ránéztem, hogy Elemér milyen volt, aztán jöttek a színészek. Szóval ezek sorsadományai, ezek az emberek számomra, illetve annak a számára, hogy ki tudjam fejezni azt, amiről szeretnélek titeket szórakoztatni, tájékoztatni, vagy mit tudom én, hogy kezd mondani. Hogy sírjunk, meg nevessünk. Hát, hogy sírjatok, meg nevessünk. Igen, azt hiszem, hogy a Sándor Pál filmeken ezeket lehet a legjobban. Milyen országban is? Van pénzed, vagy egyáltalán van valami? Hadd oda. Féltesz? Úgy kerültesz hozzán. Az ott előttél. Lőttem. Kire? Nem ismerlek téged. Nem tudok rólad semmit. 950-ben láttalak utoljára, amikor börtönbe vittek. Miért? Az árulás. Bevallottam. Anyád nem mondta? De. Miért nem jöttél soha többet haza? Nincs válasz. Miért? Majd írom a mi érteket, hiába őszint, mint egy vizsgálóbíró. Miért álltál be a kommunistákhoz? Miért csuktak le a kommunisták? Miért tették meg a kommunisták a kommunistákat? Vigyázz, Gyuri, vigyázz. Annak idején a kommunisták nem csinálnak belőle mártírt, akkor most ti kötöttetek volna fel az első fára. És a színészek közül, hát gondolom, Garas nyilvánvaló, Dezső? Nyilvánvaló a Dezső. Az is egy nagyon érdekes dolog volt, hogy csináltam egy nem túl sikerült Balázs Béla filmet, nem mondom a címét, és abban a Dezsőnek volt egy pirinyóki szerepe. Én láttam őt színházban, a felemidézés, aztán az volt a címe a Katonában, ahol a Karinti család igen, története. És nagyon-nagyon, szóval nagyon nekem való volt, és egy este egy bárba oda mentem hozzá, és mondtam, hogy Dezső, van egy főszerep, nagy, ugye hát én voltam a kezdő, vagy nem túl ismert film, meg már akkor nagyon jelentős színész volt. Mit fizettek? Mondom, Dezsőkém, nem tudom, ne haragudjál, szerintem most a főszerepé lehet kapni olyan 12-14 ezer forintot, írunk 1972-t. Azt mondja, nem tudtok megfizetni, mert most a Rényivel csinálok a televízióban egy sorozatot, mindegyiknek én játszom a főszerepét, és mert a különböző korokban játszódnak különböző figurák, 8000-et kapok egyért, 6848, de különben sem érek rá. Na hát akkor összeomlottam, próbafelvételek, senki nem. Senki. De akkor már régi idők fociára kerestél főszereplőt. Persze, hát a Minarikra kerestem főszereplőt. Igen. Hát nem kerestem, mert ő rá volt írva. Nem. És akkor egy este, megint a sors, egy este lementem, és az a nagyképű Dezsőt, nem tudom kikkel ültem, egyszer csak látom, hogy sündörök felém. Azt mondja, na hogy álltok? Hát mondom, mindjárt indulunk, megvan a főszereplő. Lehet tudni, hogy ki lett volna, rendben. Vagy elárulni? Nem volt. Ja, mi? Nem volt, meg hantáztál, értem. Hát nem adom ki magamat. Azt mondja, hogy képzeld, leállították a Rényi sorozatot. Uh-huh. És azt tudjuk, hogy miért? Hát nem tudom, hogy miért, de volt ott valami a tévében, mit tudom én. Ah, mondom, hát akkor csinálok róla a próbafelvételt. 5 próbafelvételen keresztül gyötörtem, mert vissza akartam neki. Na, így indult a mi kapcsolatunk, és körülbelül ez volt a mi kapcsolatunknak, barátságunknak, egymás
imádatunknak, legalábbis én biztos imádtam őt változatlanul. Tehát a Dezső volt, és hát volt az Andis, a Kern, és akkor Markitej. Szóval voltak olyan emberek, nem tudom, ezek úgy érdekes az ember ízlése, vagy az ember befogadósága, hogy milyen arcok, milyen gesztusok azok, amik előhívják azt, hogy ő az ő. Ezt soha nem tudom megfejteni. Soha. De ki tudja, senki szerintem. Tehát ezek nagyon nagy sztárok voltak. Hát egy Boldogi Gyula, vagy most Mariról, Töröcsikről, most akikkel dolgoztam. De múltkor egyébként jó pofa volt, mert színészekről kellett valami dumát nyomnom valahol, és ugye reggel leültem, mondom, hát akkor leírom azt, hogy kikkel dolgoztam együtt. A második oldal leírása, abba hagytam, pedig nem írtam nagybetűvel. Páger Antaltól Bulla Elmáig, és mit tudom én, szóval elképesztő. Ma, de lehet, hogy ez az én korom kérdése, lehet. De azt gondolom, hogy ma nincs ez a, szóval nem teremnek olyan nyilvánvaló módon nagy színészek, miközben rendkívül sok tehetséges kölök van. Hát vagy nincs rá lehetőség, vagy nem jut el hozzád esetleg az nem, inkább az alapvető dolog, ha már kérdezel, az alapvető dolog szerintem a kultúra helyzete. Az lehetséges. Akkor fontos volt a kultúra. Igen. Mondjam a Jancsót. Mondd el a Jancsót, Azt el szoktam mondani, mert ez nekem egy alapélmény. Bócafalon forgatása, vasárnap, késő nyár, belváros. Egy faburkolatos virágboltot kaptunk meg, ott volt egy jelenet a Wenzel Verával, és a Zsombolyi világít, átvilágít, bejön a berendező, gyere, kimutatok valamit, és ott a Váci utca vasárnap délután egy promenád, emberek jöttek, mentek, köszöntek egymásnak, isteni hangulat, és az utca végén megjelent két ember, és a Váci utca, mint Mózes előtt a Vöröstenger így szétnyílt, és jött Jancsó Miklós és Hernádi Gyula. És az emberek köszöntek nekik, ők visszaköszöntek az embereknek, és ők valakik voltak. De tovább megyek. Én is éreztem, mikor már egy kicsit előrébb kerültem a pályán, hogy valaki vagyok. Most, mivel hogy a kultúrának nem az a szerepe, Most a politikus a valaki, vagy a celeb a valaki, vagy egy színész, az lehet. Ha sokat van ilyen napi sorozatokban, akkor, de nem az a valaki, ami akkor volt. De lehet, hogy ez nem így van, de így van egyébként. Ez így van, ez egy különleges helyzet volt szerintem, tehát, hogy ez az egész Kádár kornak is a következménye, tehát, hogy... Nem csak a Kádár kort, figyelj ide, a film szerepe, hát azért a brazilúj hullám, a lengyelek, a csehek, az olaszok, a franciák, a magyarok, hát a világ megmozdult a mozi felé, most nem a kultúráról, illetve csak a kultúrának erről a részé. És azért volt szerintem, és akkor most jön, ez is benne van, amit elkezdtél mondani, és más volt a kultúra szerepe. Hát minden este lement egy vers a televízióban, 100 tévéjátékot gyártott, igen. Csak a filmgyár egy évben, igen, mert ugye ott gyártottak egy csomó tévéjátékot. Most ez nem visszasírom, hanem egy helyzet leírás. Hát helyzet volt, mert különben meg csak egy tévécsatorna volt, max. 2, de az ugyanaz, és hát egy csomó mindent meg nem tudtunk a világról, vagyis hát nem jutott el az emberekhez. De a televíziónak olyan szerepe volt, hogy azért voltak hétfőn a filmbemutatók, mert a Keleti kitalálta, hogy hétfőn nem volt tévéadás, és akkor legyenek a filmbemutatók, hogy ne a tévét nézzék az emberek, hanem eljöjjenek moziba. Akkor még azt szeretném megkérdezni, hogy vannak-e terveid? Hát persze. Azt mondják a közeli barátaim, hogy ne tervezgessek. Én meg azt mondom, hogy nem bírok magammal, és meg szeretném csinálni azt a filmet, aminek az a címe, és ezen is dolgozom, egy másikon is egyébként, az egy másik dolog, amit még nem mondtam el. Című dolgot. Szeretnék most egy kicsit közelebb menni a saját sorsomhoz, mert minden filmemben valamilyen formában ugye az ember benne van.
le is lehet néha, hogy mondjam, meg is lehet néha fejteni, de itt egy személyesebb filmet, egy egyes szám első személye. És ez játékfilm lenne? Mire gondolsz? Hát mit, egy dokumentumfilm? Dokumentumfilm. Jaj, dehogy is. És ki játszana téged? Mit? Nem engem, hát valaki, van egy ember, akinek a sors olyan, fogalmam sincs. Na most egyelőre ott tartok ebben, hogy megpróbálom a mozaikot összerakni, a történet darabokat. És egy egész gyerekkortól? Még nem, esetleg. Uh-huh. Ne kérdezz, mert még válaszolok. Értem, és mi a másik, ami publikusabb? A másik az egy érdekes dolog, mert az nyakamba akasztottak egy 23 éves gyereket, aki hozott egy történetet. Uh-huh. És most ott tartunk vele, egész másról van szó, ott tartunk vele, hogy hát meg lehetne csinálni, akkor ebbe egy gyönyörű filmet lehetne csinálni, egy ukrán lánya a háborús helyzetből, uh-huh. Utána fölrobban a házuk, és a családja ott marad, elindul világá. Aha. És az első állomás Magyarország. Aha. Úgyhogy ilyenek járnak a fejem, mert nem tudok nyugtani. Valaki azt mondta, hogy maradj már nyugton, mondom, majd szóljál nekem, ha így vagyok, addig nem. Értem. Jó, akkor köszönöm szépen. Egyedül nem megy.